Gerge vagyok a Rikertől, és most arról fogok nektek beszélni, hogy miért jó a Success, mint a Support, miben különbözik egyáltalán, mi miért döntöttünk úgy, hogy Success csapatot csinálunk, és milyen eszközökkel lehet ezt gyorsan és hatékonyan megcsinálni. Alapvetően a Support ellát bizonyos feladatokat, megválaszol a kérdéseket. A Success azzal csinál többet egy supportosnál, hogy elsősorban, mint a neve is mondja, arra törekszik, hogy az ügyfeleink a lehető legjobban használják a szoftverünket, és a legtöbbet hozzák ki belőle. A Successesek el tudnak végezni nálunk alapszintű debugolás feladatokat is, nem kell várni a fejlesztőkre. Marketing tanácsokat adnak, akár kicsit belenyúlnak a kódba. Nagyon sok oktatóanyagot készítünk, és visszajelzést adunk a fejlesztőknek és a product teamnek a termékről. És akkor megnézzük, hogy mi kell ahhoz, hogy egy jó success teamet felépítsük. Az első az nyilván a jó successesek. Egy jó successes az nyilván legyen kedves, jó fej, és szeressen emberekkel beszélni, mivel valószínűleg nagyon sokat fog. Ezen felül nem kell hozzá semmilyen fancy technikai végzettség. Az a lényeg, hogy mindenhez egy kicsit értsen, és így mindenbe bele tudjon postolni. Az jó, hogyha egy bizonyos témához nagyon ért, mert akkor tud abba az irányba specializálódni, akár technikai részre, vagy akár marketing, stb. És azt nagyon szeretjük, ha valaki szereti képezni magát, mert erre nagy szükség van a munkája során. Ahhoz, hogy ezek a jó successeseink jól tudjanak dolgozni, ahhoz szükség van bizonyos dolgokra. Az egyik az nyilván egy jóval széleskörű onboarding, mint egy supportos esetén, de alapvetően ez megtérül a jövőben, mivel nagyon gördülékenyen fogja tudni megoldani az a problémákat, és ezen felül sok hozzáadott értéket termel. Szükség van arra, hogy könnyen hozzáférjünk adatokhoz, mivel ezzel tudunk a optimalizációs tanácsokat adni a felhasználóinknak, és nyilván ahhoz, hogy kezeljük ezeket a mindenféle adatokat, megfelelő eszközökre van szükség, amiben mi arra törekszünk, hogy minél inkább optimalizálva és fel legyen gyorsítva ez a folyamat. A Success csapatunkon belül az egyik kollégánk fejlesztett nemrég nekünk egy ilyen Chrome extension-t, ami körülbelül 5-10 program használatát váltotta le, néhány egyszerű klikre meg tudunk nézni adatokat, anélkül, hogy az adatbázisban turkálnánk, egyéb tudunk szuper adminit váltani és tesztelni is nagyon egyszerűen vele. Ezen felül a jó successhez kell egy jó support platform. Mi az Intercomnak szavaztuk meg a bizalmunkat. Az egyik, hogy a felhasználók is nagyon szeretik, mivel ilyen klassz kis chatben tudnak nekünk írni, ahol lehet gifet, emojit, mindent is nagyon gyorsan lehet velük beszélgetni. Amikor még hozzánk megérkeznek az üzenetek, mind nagyon sok adatot látunk ott a felhasználóról, és ez arra is jó egyébként ez a sok adat, hogy ez az Intercom egy ilyen optimalizált, okos onboardingot tud kiküldeni, attól függően, hogy hol tart a felhasználói ciklusban az illető, és egy help center is tartozik hozzá. Ezen felül ugye nyilván a több mint 10 000 aktív userünknek a support kérdéseit ugyanúgy meg kell válaszolni, és ahhoz, hogy legyen időnk az egyéb dolgokkal foglalkozni, milyen kis időhekkelő dolgokat használunk. Az egyik az Bob a chatbotunk, aki majd fel lesz nagyon okosítva, de már most is alapvető support kérdéseket elég jól meg tud válaszolni. Illetve ezen felül arra, hogy a szövegekkel töltött időt lerövidítsük, a TextExpandert és az Intercom platformon belüli előre elmentett válaszokat használjuk, amiből kb. Több mint 150 féle van, szóval szinte bármire egy klikkel lehet válaszolni. A kettő között az a különbség, hogy az Intercom az belső és behelyettesít akár neveket, meg egy csomó mindent, a TextExpander az pedig nagyobb automatizációt eredményez. Így 5 percben szerintem ennyit foglaltam össze, valakit bővebben érdekel, egyébként április 20-án a Startup Stepaninerről lesz egy kicsit bőven. És hogyha valakinek van egy kérdése, akkor... Szavaromban kihagytam az előadás elején ezt a mondatot, hogy egyébként mi egy e-commerce marketing szoftvert fejlesztünk, ami gyakorlatilag automatizálva küld marketing üzeneteket e-mailben, push notificationokban és Facebook Messengeren.
és gyakorlatilag ezzel termelünk extra bevételt azoknak a e-commerce business ownereknek, akik használnak minket. Ezt a crucial infot kiadtam. Igen? Mondtad 10 000 fős cég? Nem, több mint 10 000 felhasználónk van jelenleg, akik használnak. Ők az aktívak körülbelül. Hány fős a cég? A maga a cég szerintem 19-en vagyunk most már, és ebből a support vagy success team az 4,5-5 ember jelenleg. Tehát mi erre a 10 000 ember, most így egy ilyen 5-en mondjuk azt vagyunk. És ha valami azt hiszem volt az elején, hogy success és hogy az a cél, hogy sikeres legyen, hogy ezt méritek valamiben volt? Igen, alapvetően úgy van nekünk a maga az árazásunk is, hogy minél több extra bevételt generálunk neki, úgy emelkednek a price plan-ek, és ugye ebből tökéletesen látszik, hogy ki hogyan használja már ebből a szempontból is, hogy mekkora extra bevételt generálunk neki, de nyilván kicsit mélyebben is bele lehet ezekbe menni, hogy hogyan. Szia, nekem az lenne a kérdésem, hogy nagyon hatékonyan válaszoltok kevés emberrel hány kérdésre naponta? Ez nagyon attól függ, főleg attól is például, hogy szezonja van valami nagy vásárlássérületnek, például a Black Friday környéke az halálos volt, attól is függ, hogy a merchantok mikor dolgoznak. Nekem a legtöbb az egy nap 78 tiket volt, amit megválaszoltam, De az pont szabadságom volt az egyik kolléga. De egyébként átlagosan egy ilyen fejenként szerintem 40 körül szoktunk talán. Igen. Havi 1600. Havi 1600, igen. 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 És mondtad, hogy empatikusnak kell lenni, jól tudjon beszélni, azért tudjon valahogy programozni is. Nem feltétlenül requirement, egyébként most szerintem az a mennyiségű programozás, amit például egy alapszuccesses csinál, az körülbelül pár CSS szabály és pár HTML-sor. Nem nagy ördöngösség, meg szerintem eddig mindenkinek sikerült teljesen ördöngényelően sajátítani ezt. Szóval, igen. Tehát aki a Chrome Extension már megcsinálta a Bence, ugye ő azért fejleszt már régóta, de az nem elvárás, hogy mindenki csináljon egy Chrome Extension nyilván. Sok kérdés. Igen? Hogy tudjátok motiváltan tartani az embereket egy ilyen pörgős munka mellett? Szóval itt azért, ha jól értem, akkor itt egy supportos, az általában mondjuk valószínűleg a fizetekben nem, de mondjuk rosszul keres. És itt még érteni is kell valamiért, mert ugye itt még valamit tudni is kell pluszba, azon kívül is. És így mégis tanult, szóval egyszerűen ezt pénzzel kell tudni, vagy? Szerintem nálunk alapvetően nagyon jó a céges kultúra, és így odafigyelünk arra, hogy olyan embereket vegyünk fel, akik így ambiciózusak, szeretnek dolgozni, megtanulni. Nem tudom, nálunk igazából ebből nincs probléma, mert szerintem a csapat az magától motivált állandóan. Ez ilyen magic. Egyszerűen csak jó a céges kultúra, izgalmas a munkakör, az biztos nem mondhatja senki, hogy ebben ki lehet égni, mindig van mit tanulni, meg mit csinálni. Nem volt ezzel gondunk szerintem.